Szijjártó Péter beismerte, hogy érkezett megkeresés az USA részéről csapataik ideiglenes hozzánk telepítése érdekében, és a Honvédelmi Minisztérium egyeztet erről az amerikaiakkal, ezért a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az idegen katonák magyarországi állomásosztatása és hazánknak az orosz nukleáris erők számára való célponttá tétele ellen. Független, szabad és semleges Magyarországot követelünk. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag. A Mi Hazánk mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetrésszel szemben elnyomó politikát folytató soviniszta Ukrajna katonai támogatását, illetve az amerikai érdekek kiszolgálását. Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott a magyar gazdaságnak. Most már végre a magyar érdek legyen az első. A Mi Hazánk ellenzi Magyarország katonai felvonulási területté válását, ami beláthatatlan következményekkel jár. A pápai bázis repülőtérre települ döntően amerikai nehéz légiszállító ezrednek sem volna keresnivalója hazánkban. Magyarország legyen végre a magyaroké. A Magyar Honvédség ne legyen az Atlantista Katonai Szövetség feláldozható segédcsapata. A magyar nemzet számtalan fiát áldozta eddig az idegen érdekekért vívott háborúkban. Itt az ideje rossz hagyomány megszakításának. Ma már sajnos csak a Mi Hazánk követeli és képviseli az 1848-as márciusi ifjak híres pontját, miszerint magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ellenezzük a Magyar Honvédség külföldi megszállásokban való részvételét is idegen érdekek szolgálatában. Az Irakban, Maliban és hasonló megszállásokban való részvételünkre költött milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatot biztosítanánk a honvédjeinknek. Hazánk függetlenségéért és a békéért is fogunk demonstrálni a Nemzeti Összefogás seregszemléjén február 6-án 16 órától a budapesti Szent Gellért téren. Nagyszabású ökumenikus rendezvény keretében vonulunk át a parlamenthez. Fehér lovas fáklyás felvonulása, nemzeti színű bengáli tűzzel a felvonulóknak lezárt Szabadsághídon. Ami pedig a programunkat illeti, a külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom programja, honvédelmi programja, mely a Viradat program részeként megtalálható a mihazánk.hu/program címen.